Sziasztok, Ingrid vagyok, és a mai videó az lesz ennek a videónak a témája, hogy elmesélem az osztálykirándulás. Ugye pár képben nem tudtátok, hogy ugye mit csináltunk, meg hogy ilyenek, szóval onnan kezdem az egészet, hogy mikor Debrecen előtt járhattunk még, és akkor mondja a tanárunk, közben mesélem, mondja a tanárunk, hogy Éva néni mondja, hogy üljetek le, mert ha fék ez a busz, akkor beveritek a fejteket, mondom, ilyesmit mondott, és hirtelen fékezett a busz, de tényleg hirtelen. És akkor az azt jelenti, hogy Éva néni mögött nem volt ott se gyerek, és így hátra esett a székek. Hát igen, a székekre rásad, és akkor, vagy ülésekre, na, ülésekre rásad, és akkor mi meg, az egész osztály, így a fejünk így előre ment, azt az orrunk érintette a fogózkodót az ülésnek. Láttátok volna, hogy milyen, így jöttünk mindenki, azt mindenki sikított, meg minden. Nagyon jó volt. Na, akkor most megyünk az állatkertben. Ugye az állatkertben fehér tigris, akkor víziló, akkor zebra, hát igen, meg cápa, nagyon jó volt. Ilyen vásároltam is két dolgot, vettem ott egy ilyen slime-ot, meg egy ilyen madarat, amiben így lehet fütyülni és vizet kell bele rakni, és akkor ilyen madárt mutat ki. Nagyon cuki szerintem, de sajnos ezt nem tudom hogy bevágni. Szóval nagyon jó volt. Vettem kültös kalácsot is, ettem, fahelyes, kókuszos volt, akkor felénél lemerült a telefonom, amiért nagyon-nagyon örültem. Amúgy nem. Hazajöttem, és amúgy nem volt lemerülve, csak magától kikapcsolt a drága telefonom. Szóval nagyon örülök, mert az én telefonom már nagyon-nagyon régi. Nem egy mostani márkájú telefon. Nem, ez már nagyon nagy. Azért ne a 90-es évekből gondoljatok vissza, hanem hát értitek. És hát igen, és akkor magától kikapcsolt, mert még a felénnyel járt. Szóval még bőven tudtam volna nektek abban a videóban képeket csinálni, de hát itthon vettem észre, hogy jaj, nem ismerült le. És akkor bántam meg, hogy hát nem néztem meg, ügyes vagyok. Szóval, igen, hát a fehér tigrishez be tudtunk menni, most hát nem úgy, hanem hogy láttuk, hogy közelről volt egy ilyen kis alagút, vagy hogy mondjam ezt, és akkor ott megnéztük, amúgy nagyon cuki volt. Akkor papagáj, de az volt is a videóban, papagáj, akkor szarvas, akkor jeges maci, de az is volt, meg igen, nagyon jó volt. Hát visszafele pedig nagyon röhögtünk be, mert kettő másodikos gyerek, György is az is, mert jöttek, mert az egyik osztálytársának a testvére eljött, és annak a barátja, és akkor annak a barátja meg ott röhögtek ott minket. Vivinek mondom, halljátok, olyan rendetlenség volt ott nálunk, hogy a föld tele volt ropival, Vivinek a táskája tele volt ropival. Szóval a földre szedhettük felfele, akkor egyszer a víz is kifolt, mert így nem volt rátéve, és akkor így elborult az üveg. Én meg fel akartam venni, azt így nyomtam. Ezt nem akarok kimondani azt a szót, azt a csúnya szót, hogy tudom, mit csináltam volna. Szóval inkább azt kiadjam, azt találjátok ki, de szerintem ezt már most kitaláltátok ebben a pillanatban. Szóval nagyon-nagyon vicces volt. És mikor hazaértünk olyan 7 óra fele, elkezdett esni az eső, és akkor már nagyon jó volt. Igen, zenét hallgattunk, meg minden, és hát mindenki a telefonján zenét hallgattunk, igen, ettünk, ittunk, szlájmoztunk, amúgy tényleg szlájmoztunk, meg igen, beszélgettünk,
Hát ettünk, ittunk, szájmoztunk, ez nem. Szóval, igen. Nagyon sok állatot is láttunk, még többet. Vagy minden. És igen, a legfontosabbat kihagytam. Lehetett tevén lovagolni. Hát az egyik osztálytársam felült rá a tevére, és hát azt mondja Iva néni, nézzük Erikát, milyen ügyes ez. De tök fura volt, hogy a két púp a közepén ült, és akkor a két púp így körülvette, amikor be akart szállni, akkor így megbotlott a teve, szóval jó volt, meg minden. Igen, én nem mentem, én nem úgy vagyok olyan, mert ezer valamennyibe került, szóval nem, kiadtak, nem. Szóval igen. Igen, hát ilyen volt az osztálykirándulás, a legfontosabb dolgokat elmondtam, ugye vásároltam szlájmot, meg egy ilyen kis vizes madarat. Nagyon jó volt, akkor még annyi az osztálykiránduláson kívül, hogy kiedzettem ezt a pacit. 15-ös vettem egy új szeptet, minden. Hétfőn akkor lovat veszünk, mindenivel, de nem tudom. Akkor veszek egy akartekét, de mivel nem jött be a almárgyalás szín, ezért kénytelen vagyok, mi van a barnát, mivel a barna is tetszik, és hát de amúgy az a jó, hogy barnát veszek, és még egy barna lovam van a listánomban, egyetlen egy, igen jól hallottatok, egyetlen egy barna lovam van, az a Hockingé, és hát igen kéne, és megvettem az almásderest, és még egy ilyen szürke, fehér, na tértitek, ilyen lóval lett volna az istenem, szóval igen, nagyon jó, igen, nagyon jó, tehát akkor az osztálykirándulás, ezt megbeszéltük, igen, nagyon jó volt, igen, röhögtünk, akkor nem tudom, Vivi is vásárolt ilyen stressz labdát, hogy milyennek a neve, igen, ezt azt nyomogattuk, halljátok, az iskolába visszamentünk csütörtökön, és ha nem bírtunk ki rögésbe, akkor egymásra néztünk, azt elkezdtünk egymásra rögni, azt mondom, hogy hol van ez a labda, hol van az, a seggalról kivettem, és akkor elkezdtem nyomogatni, azt úgy röhögtem, Jézusom, egész nap röhögtem. Nagyon jó volt, igen. Szóval elmondtam a legfontosabb vicces dolgokat, meg az ilyeneket. Szóval remélem tetszett ez a mesélős videó, ha igen, nyomj egy lájkot, iratkozz fel, hogyha még nem tetted meg, légy az én csatornának a tagja. És hát én Gréci lettem volna, legyen szép napotok, hetetek, meg mindenetek, meg éjszakátok, stb. Attól függ, hogy mikor nézitek meg ezt a videót. Hát igen, ennyi lett volna tényleg ez a videó, remélem tetszett, ha igen, nyomj egy nagy lájkot, nyomj meg a csengő hangot is, meg a feliratkozó gombot, hogy egy feledjen iratkozva. Ha meg lesz a 40 feliratkozó, akkor nem tudom, mi lesz. Jó lenne, hogyha meg lenne. És akkor már boldog lennék. Szóval, sziasztok!